A jelentős áremelkedés után stagnálnak az ingatlan árak. Egy kicsit értékeljük az előző évet, és megpróbálunk előre tekinteni, és egy kicsit segíteni azoknak, akik új otthonba költöznének. Újvári Rita, egy ingatlan iroda tulajdonosa, a vendégem. Jó estét kívánok, szia! Jó estét kívánok, szervusz! Én is köszönöm a meghívást, és akkor megpróbálok egy pár mondatba összefoglalni, hogy milyen volt a múlt év, vagy a múlt két év, és milyen évet várunk most a 2023-ban. Tehát 2023 januárjában azt tudjuk, hogy egy trendfordulóhoz érkezett az ingatlanpiac. Eddig ugye az ingatlanoknak a keresleti piaca volt, és most egyre inkább kínálati piaccá vált. 2022-ben ott volt a rengeteg család támogatási rendszer, ennek ellenére mégis lelassult a piac már 2022-ben. Ugye bejött a gazdasági helyzet, a háború, nagyon sok, ami negatívan befolyásolja az embereknek a biztonsági érzetét, tehát egy kicsit lelassult a piac. És 2023-ban pedig azt látjuk, hogy ez a lassulás tényleg most már keresleti piaccá vált, tehát a vevők jobban tudnak, többet látnak, hogy miből választhatnának, viszont a mindenki által is nagyon várt drasztikus árcsökkenés az elmaradt ez idáig. Tehát azt vártuk, hogy majd most akkor leesik az ár, ez nem történt meg, még egyelőre, és olyan drasztikus nem is nagyon várható. Tehát a vevők úgy vannak vele, hogyha találnak egy jó minőségű, számukra megfelelő ingatlant, akkor megküzdenek érte most is. És jól teszik egyébként, most akkor ezt kell csinálni? Nem érdemes várni akkor? Nem érdemes várni. Ha van olyan, amit szeretnének megnézni, vagy megvenni, és megfelel az igényeiknek, akkor azt érdemes megvenni, és úgymond elvinni a piacról. Tehát ez a 2023 évnek a tapasztalata, már ugye még csak február van, de már ezt látjuk, és azt is látjuk, hogy az eladók ehhez a piaci helyzethez, hogy rosszabb gazdasági helyzet, nem igazán tudtak még úgymond alkalmazkodni, mert nem szeretnék leengedni az árat, mert felújították, nekik ennyibe kerül, stb. Viszont ehhez kénytelenek lesznek majd egy korrekcióval alkalmazkodni, ha máshogy nem, akkor az alku területén. Tehát most is ezt látjuk, hogy lehet, hogy az árból nem engednek, viszont az alkunál, már amikor a vevők már tényleg komolyan érdeklődnek, akkor ott már előfordul egy árcsökkenés. Mondom, drasztikus árcsökkenést nem tapasztaltunk eddig, és valószínű, hogy nem is lesz. Nyilván ebbe az is belejátszódik, hogy itt mondjuk én Gyöngyösön és a környékén ismerem az árakat, nem volt annyira túlárazva ez az ingatlanoknak az értéke, így nem is várható annyira árcsökkenés, viszont egy stagnálást megfigyelhetünk, ami főleg a modern és a kisrezsőjű lakásoknál van, azokat nem nagyon fogják lejjebb engedni, mert az inkább azokat keresik a vevők. Tehát akkor a kínálat is alkalmazkodik a kereslethez, vagyis éppen fordítva? Hát az a igazság, hogy van bizonyos mennyiségű ingatlan, ami gazdát fog cserélni, és az ingatlanpiac most tudjuk, hogy kicsit lelassult, mert ott az infláció, a gazdasági helyzet, a munkabéreknek a elértéktelenedése, minden így ez ahhoz abba azért történik, mert ugye lelassult az egész piac. Viszont ez emiatt, hogy lelassult, a vevők jobban tudnak ugye keresgélni, jobban szét tudnak nézni, de az ingatlanpiac az nem áll meg sosem, tehát nincs olyan, hogy megáll, mert mindig van egy bizonyos számú öröklés, gyermek születik, elválnak, tehát van egy ilyen barométerünk a Dunahausnál, ami azt mutatja, hogy a tavalyi évben volt 125 ezer tranzakció, és az idei évre, 2023-ra pedig becsülik a 90 és 100 ezer közül itt, tehát le fog lassulni a piac, viszont nagyon nehéz helyzetben vannak a vevők is, az eladók is. Tényleg ebbe a helyzetben szinte elengedhetetlen, vagy felértékelődik egy szakértőnek a szerepe, hogy megmondja, hogy mikor érdemes eladni, mennyi lehet az alku mértéke. Tehát itt sokat tudunk mi is segíteni ezekben a piacnál.
Gyöngyösen, mi az, amit tapasztalsz, mi az, amit a leginkább keresnek? Nagyon fontos például most az energiaválság miatt, hogy fűtsenek, mivel lehet fűteni, alacsony rezsijű házak jöjjenek? Így van, nagyon fontos, jól látod, igen. Tapasztaltuk ugye ezt, hogy 20-20-ban az emberek, miután úgymond bezárták őket, a kislakásokból elkezdtek kimenni az agglomerációba, illetve a kinti kertes házakba, vagy még úgymond vidékre is, tehát a Gyöngyös környéki településekre, ahol nem biztos, hogy annyira hőszigetelt és olyan házakat tudtak venni azért a pénzért, amiért itt eladták a lakásukat. Most, hogy bejött ez az energiaválság, meg a gazdasági válság együtt a benzinár emelkedéssel, és minden egyébbel háborúval, bizonytalansággal, és még a hitelek kamata is ugye megváltozott, és az is nagyon sújtotta azokat, akik felvették ezeket a hiteleket, akkor most elgondolkodnak az emberek, hogy akkor most hogyan tovább, mi legyen, esetleg a gyerekeiket be tudják-e hordani, tudnak-e elég élelmiszert venni, vagy a hitelt fizessék ki, és megpróbálnak úgymond visszajönni egy kis rezsijű, kis alapterületű és rezsivédett lakásokba szeretnének, vagy rezsivédett ház is lehetne, ami azért elég kevés van, és most ez a tendencia, hogy ezt nézik az emberek, és ezt keresik. Ez nagyon érdekes, és hát biztos akkor nektek is nehéz a dolgotok, hogy most éppen a Covid idején úgy érzi, hogy de jó lenne egy kert, de jó lenne egy kis nyugi, akkor költözik, most pedig de jó lenne közelebb lenni, de jó lenne egy hőszigeteltebb ház, és akkor most meg visszaköltöznek, igen, nektek pedig folyamatosan alkalmazkodni van, kell ezekhez az igényekhez. Ez így van, pontosan. Ház vagy lakás, mi az, amit leginkább jobban keresnek az emberek így gyöngyösen? Változó, hogy milyen élethelyzetben vannak. Nyilván egy gyermekes házaspárnak nagyon megfelelő pont ebbe a helyzetbe, hogy mennyire kell fűteni, vagy mennyire kell kifűteni egy lakás, vagy mennyi a rezsiköltsége. Nem ház, hanem egy lakás, egy kisebb alapterületet. Tehát akkor a pénz dominál, az alapján döntenek, igen, a leginkább. Igen. Ez igen. Korábban is így volt egyébként? Nem, korábban nem ennyire volt így. Tehát most már sokkal jobban érezzük, és érzik az emberek is azt, hogy mennyire kell megnézni, hogy mennyit, mivel fűtenek. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ugye a gázára mennyivel ment fentebb, akkor megpróbálják átalakítani, de hát az nem biztos, hogy olyan egyszerű dolog, egy elektromos fűtésre mondjuk átállni, vagy alternatív fűtésre, de mindenki azért ezt figyelembe veszi. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, de akkor el is hangzott a legfontosabb, hogy aki költözni szeretné, az most csapjon le az álomházra, vagy az álomlakásra. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Én is köszönöm szépen. Szerbusz, szia. Köszönjük szépen a figyelmet, további kellemes estét, viszontlátásra.